Ez a Hajrá Sport magazinunk, jó estét kívánok! Másfél hét múlva elkezdődik a női kézilabda NB1. A DVSC Scheffler a tavalyi hatodik hely után idén újabb lépést tenne az élmezőny felé, mindemellett pedig az EHF kupában is minél tovább jutna. A játékos keret alig változott az előző idényhez képest, ami mindenképpen előnyére válhat a Lokinak. A szezon kezdet kapcsán Ábrók Zsolttal, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, jó estét. Na, kezdjük akkor azzal, hogy lassan már itt a felkészülés vége felé jár a csapat, összeállt minden. Te hogy látod, így edzés munka alapján, vagy hát az öltözői hangulat alapján az új igazolások, akikről kérlek, hogy néhány szót mondj is, mennyire tudtak beilleszkedni? Hát én azt gondolom, hogy a beilleszkedéssel nem volt probléma. Nyilván ugye Vámos Petra, mint a legfiatalabb igazolásunk, gyakorlatilag ugye több játékosunkat már régóta ismeri, ugye a korosztályos válogatottakból, gyorsan ment a beilleszkedés, az idősebb, rutinosabb játékosok segítik a beilleszkedését, Kalnik Szabina hazajött, gyakorlatilag az Elke Kárstennek kell beilleszkednie. Ő inkább még a városba, a kultúrába, időeltolódásba, amiben kell beilleszkednie, de nincsen vele probléma. Tegnap éppen a karnevál éjjel volt velünk, úgyhogy azt gondolom, hogy rendben van a beilleszkedésük. Igen, kevés játékos mozgásunk volt, főleg ugye a játékos mozgás volt, az még a három játékoson kívül ugye a fiatalok kerültek fel a felnőtt csapathoz saját nevelésből, úgyhogy nekik nem kellett beilleszkedni, mert eddig is a csapattal edzettek. Ugye ami hiányzónk lesz, hogy az Alottek Régel irányítóban az ő posztját kell megoldani, de én azt gondolom az edzőmeccsek alapján is, meg hát ahogy látjuk az edzéseken, hogy a Vámos Petra, a Bolgyos Panna és hát a Bulatanita rutinjával így hárman meg fogják oldani ezt. Talán így Vilmosnak kicsivel még jobb taktikai variációi lehetősége is lesznek, úgyhogy ha sérülések elkerülnek bennünket, ahogy a tavalyi évben hála Istennek elkerültek, és ez a tendencia megy tovább, nyilván megteszünk érte mindent, akkor azt gondolom, hogy egy szép évvel nézhetünk. Ez mit jelent számokban? Megfogalmaztatok-e konkrét célokat, akár a bajnokságra, akár az EHF kupára? Hát a céljaink nem változtak. Alapvetően azt gondolom, hogy Debrecenben ez mindig elvárás, hogy próbáljunk meg odaérni a nemzetközi kupás helyek valamelyikére. Ez ebben az évben a hatodik hely is elég volt, normál körülmények között ugye az első öt, ami nemzetközi kupát ér. Szeretnénk a hatban lenni, ahogy tavaly is, nyilván minél előrébb, majd látjuk, hogy a többi csapat, hogy ők sem tétlenkednek, és nyilván máshol is munka folyik. Úgyhogy mondom még egyszer, a sérülések majd érdekesek lesznek. Az előnyt jelenthet, hogy a csapat nagy része együtt maradt, és folyamatos a munka. Ebből a szempontból ez egy jó dolog. Nemzetközi kupában egyelőre maradjunk annyiban, hogy valószínűleg 99%, hogy a Leverkusennel játszunk, de őket szeretnénk megvenni és tovább jutni a második körbe. Én titkon azért szeretném, hogyha a csoportkörig eljutnánk, de hát a második körben nem vagyunk kiemeltek, tehát a második körben gyakorlatilag tényleg kaphat az ember olyan csapatot is, ami nem azt mondom, hogy bajnokok ligájából jön, vagy egy komoly bajnokságból, úgyhogy ott már azért vannak komoly ellenfelek. Sorsolás függő lesz majd nyilván. Ugye itt érdekes lehet, a elmúlt pénteki napszemlében már be is számoltunk róla, hogy a hódos felújítása kapcsán átmenetileg rövid ideig átszorul a csapat a Phoenixbe. Hogyan tudjátok ezt megoldani? Ugye a két szeptemberi hazait érinti biztosan. Két rangadóról beszélünk azért, hogyan lehet ezt megoldani, hogy a hangulaton se essen sorba. Terveztek valami változtatást, vagy olyan kedvezményt, nem tudom, mit lehet ilyenkor tenni, hogy azért a hangulat megmaradjon, a szurkolók se vegyék zokon, hogy most nem otthon kezd a csapat. Igen, azért ez egy óriási nagy háttérmunka van emögött. Nem kis történet, aki ismeri a csarnok helyzetet Debrecenben, az pontosan tudja, hogy azért a Phoenix hódos volágábor háromszögön kívül is alig van olyan csarnok, ahol gyakorlatilag mérkőzést tudnánk rendezni, nincs is igazából. Az edzéseket is alig tudtuk megoldani, majdnem minden csarnokban megyünk. Itt vagyunk egy hetet, ott vagyunk három napot. Most a sportcentrummal együtt közösen sikerült összehozni azt, hogy a szeptembert megoldottuk, hogy legalább a felnőtt csapat délelőtt délután végig az olágáboron tudjon lenni. Ez köszönet a kosarasoknak és a rugalmasságért, mert ők meg a vaxot nem szeretik. És ezért vannak olyan technikai dolgok, amire soha senki nem gondol, hogy két kézi edzés után egy órát vakszalítani, és akkor utána tud rámenni a kosaras. Úgyhogy vannak ilyen szösszenetek. Nyilvánvalóan egy bármennyire is tisztelem, és nem nézve sem a Fehérvár, sem a Békés Csabát, egy Phoenixet nyilván nem tudunk megtölteni erre a két mérkőzésre. Úgyhogy most felvettük kapcsolatokat iskolákkal, hogy próbálunk olyan akciót és kedvezményeket csinálni, akár ingyen is, hogy jöjjenek be a gyerekek tesi óra keretében, tanárral, kísérővel, hogy próbáljuk megtölteni, amennyire lehet a Phoenixet erre a két mérkőzésre, és akkor október 12-én az EHF Cup meccsünkre pedig már a Hódosban szeretnénk játszani.
Azért a nemzetközi kupa az mindig lázba hozza a debrecenieket, ugye akár a Krajova ellen is olyan hangulat volt, amit nem is nem lehet megfogalmazni. A Leverkusen ellen számítotok esetleg arra, hogy hasonló lesz? Biztosan befejeződik a felújítás, egész biztosan a Hódosban lesz majd a csapat, és hát nektek akár klubmenedzsmentnek vezetőként van-e bármilyen olyan extra, amit mondjuk egy nemzetközi meccsen akár kell, akár lehet várni? Én azt gondolom, hogy ha nem lesz tető a fejünk fölött, akkor is a Hódosba fogunk játszani kis túlzással. Ugye voltak már irányú egyeztetések a sportcentrummal, illetve a kivitelezővel is, és az a cél, hogy egy héttel előtte, vagy nem a meccsre kell ott legyünk, hanem nekünk azon a héten már ott kellene edzeni, illetve hát a mérkőzés előtti napon ugye edzés lehetőséget kell biztosítsunk az ellenfélnek, úgyhogy mindenképpen ott fogunk játszani, lehet, hogy még nem lesznek befejezve minden munkálat, bejárat, stb., de ez igazából a pálya alkalmasságát nem befolyásolja, úgyhogy nekünk az a fontos, hogy a pályatér és a lelátó részt érintő dolgok elkészüljenek, nézőt tudjunk fogadni. Hát azért csak nem mindegy, tehát ezt nem akarjuk a főnészben játszani ezt a mérkőzést, mert kell a hangulat, kell az atmoszféra, szurkolók készülnek, várják a német csapatot is, mert lássul a Szudnak ugye megint ugye évfordulója lesz, úgyhogy ez ott a környékén lesz valahol, lássul kint, hogyha tényleg a Leverkusent kapjuk, akkor ugye a testvér csapatok Németországban jelezte, hogy ők is jönnének a kinti mérkőzésre néhány szurkolóval, úgyhogy azt gondolom, hogy az érdeklődés az meg lesz. De hát ez mindig olyan, hogy a csapatnak a teljesítmény alapvetően meghatározza az érdeklődést, úgyhogy kell előtte még egy jó pár olyan bajnokit játszanunk, ami közönség vonzó, csalogató, és azért le kell tenni még a kis eredményt az asztalra. Ha már a szurkolók felmerültek, mától lehet bérleteket vásárolni. Hogyan alakul idén a bajnoki, a nemzetközi kupa, illetve a magyar kupa bérletrendszer, jegyrendszer? Van-e változás tavalyhoz képest? Annyi változás van, hogy a bérletekbe beletettük, mivel megint nemzetközi kupa van, és tavaly nem volt, ugye a bérleteket csak be kell hozni, megújítani. A tavalyi bérletek érvényesek lesznek, nyilván be kell jönni, és akkor mindenki megváltja az új helyre szóló bérletét, vagy nem helyre szóló bérletét. Egységesítettük a bérleteinket, illetve a jegyárainkat abban a szempontból, hogy csak egységesen felnőtt jegy van. A bérletből van helyre szóló, illetve nem helyre szóló, ez a két variáció van, illetve van VIP bérlet, vagy támogatói bérlet, és mind a két EHF selejtezőkör, ha lesz második, mind a két selejtezőkör benne van a bérletnek az árában, a csoportkörre már nem lesz érvényes, ha eljutunk odáig, ott még elővételi kedvezményük van. DKV-s akció ugyanúgy érvényes, mint ahogy nálunk 5 éve érvényes, tehát előtte, utána 2 órával tudnak jönni a bérleteseink trolival, villamossal, úgyhogy ma indult az akció, elég jól, mert álltak sorban, úgyhogy boldogok vagyunk, hogy jönnek. A nemzetközi kupa, egy picit még erről is tudunk beszélni, gazdaságilag mit hoz a DVSC-nek, ugye azt már többször elmondtad te is őszintén, hogy egy-egy ilyen kiruccanás például az utazás miatt azért akár veszteséges is lehet a klubnak, de a szponzorok nyilván értékelik azért, hogy nemzetközi szinten is ott van a csapat és az ő nevük is. Ugye most legutóbb a szezon kezdet kapcsán egy sajtótájékoztatón megint beszámoltatok egy új mezszponzorról, támogatóról. Halad ez a folyamat, amit elkezdtetek jó néhány évvel ezelőtt, valóban egyre többen állnak oda a debreceni kézilabda mögé, akár a helyi vállalkozók közül is? Ez összetett kérdés, ez önmagában a nemzetközi kupa veszteséget hoz, az nem hoz nyereséget. Több költségünk van, mint amennyi bevételünk ezzel szemben van. És hát nyilván most egy körre vagy kettőre megjelenni szponzornak azért az egy hosszabb távú folyamat, hogy egy támogató beálljon egy csapat mögé, és nem feltétlenül kifejezetten egy nemzetközi kupa szereplés miatt fog valaki odajönni. Ez mindig egy hosszabb folyamat. Van benne egy kis társadalmi felelősségvállalásság és lokálpatriotizmus, valamilyen üzleti érdek. Tehát ez egy összetett dolog, vagy egyszerűen csak szereti a kézilabdát és kijön, és egy közös hobbi, és sportolunk együtt, vagy szurkolunk. Ez egy hosszú folyamat, de nyilvánvalóan csinálunk most is, készülünk magára az EHF mérkőzésre, ugye élő közvetítés lesz Sport 1-jel, meg van már az időpontja is, ott lesz nyilván reklámidőnk. Tehát ezért készülünk olyan reklámcsomaggal támogatóinknak, vagy leendő támogatóinknak, akik célzottan, célrendesen azon az egy mérkőzésen élőben, az egy főműsoridőben, szombat este 7 órától lesz ez a mérkőzés, akkor ott meg tudnak jelenni a tévében, tehát fogunk ilyen csomagokat csinálni. Reméljük, hogy kelendő lesz, és tudunk belőle egy kis bevételt generálni, és a költségeinket csökkenteni. Na hát akkor az egész szezonhoz, a munkátokhoz sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt már a Hajrá, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!